Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! 8 óra 12 perc van, jó reggelt újra mindenkinek, sziasztok, hello Laci! Hello, bocsi, jó reggelt! Jó reggelt, szia Gyuri! Jó reggelt, sziasztok! Hello Anett, neked is jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Na, hát itt üzenik, hogy halálra röhögöm magam, aztán bocsi, én bízom az apai szívedben. Hát igen, az apai szívem az, ami esetleg bizonytalaná tesz, hogy jár ezért ajándék. Én a gyereket se sajnálom, szétvertem volna a rádiót az anyuka miatt, nem, ő szét is verte, bocs. Gábor, csúcs vagy, köszönöm szépen. Nem hoztunk még ítéletet. Amúgy valaki üzeni még a sztárral való találkozás kapcsán, hogy én Németh Alajos Lojzival beszélgettem egy koncert után a VIP sátorban, örök élmény. Miskanaruska írja, igen, hát Lojzival iszonyat jó beszélgetni. Én régen nagyon-nagyon sokat beszélgettem vele, rendszeresen, iszonyat jó fej. És deszemettek vagytok, jött egy ilyen is. De hát ez örök érvényű. Igen. Jó. Na, gyerekek, most egy picit beszéljünk a krimikről, majd érteni fogja mindenki, hogy miért, ugye, hogyha ilyen kis rövidítéseket mondok, hogy CSI vagy NCIS, Laci még tud ilyen három betűseket. SCISI. Mindig benne van az S, meg az I, meg a C, meg a nem? Tehát, hogy, és akkor rögtön tudjuk, hogy ez nem az a krimi, amikor Columbo töri a fejét, igen, hanem valahol helyszínelnek. Vagy New Yorkban, vagy Los Angelesben, vagy Miami-ban valahol helyszínelnek. Igen, és akkor ez egész arról szól egyébként, hogy nyomok, amiket rögzítenek, azt a laborban, hogy elemzik ki, meg milyen tudományos módszerekkel jönnek rá összefüggésekre. Tehát tényleg nem az van, hogy a nyomozónak az agymunkája, az derít ki mindent. Hanem pontosan a nyomok, amiket te mondasz, így van, és a labormunka. De ez baromira érdekes, hogy most a krimiknek ez a fajta válfaja vagy műfaja megy nagyon. Na, és akkor gondoltuk, hogy itthon elég furcsán néznének ránk, hát én több ilyen sztorit hallottam, amikor valahogy betörés volt a téma a rádió, és akkor rengetegen írták, hogy nálunk is volt betörés, kijöttek a rendőrök, el akartak menni a rendőrök, és megkérdeztem, hogy hát mi új lenyomatot nem vesznek? Hé, ez nem az NCIS. Tehát, hogy ez volt a válasz. És ez nem egy hallgatóval fordult, hanem sok hallgatóval. Igen. Én is úgy reméltem volna, ez még a 90-es években volt, hogy egyszer feltörték az autómat, hogy, és bejelentettem, hogy valami rendőri munka elkezdődik, de nem kezdődött semmi. Aha. Nálunk is annyi volt, amikor betörtek, hogy akkor összekormozták az egész lakást. Akkor volt mégis új lenyomat keresés. Hát valami volt. Graffitpor, igen. De az annyi volt, hogy utána anyám még egy hétig takarították a nyomkereső. Na jó, de most igazságtalan vagy, legalább kerestek új lenyomatot. Meg. Hát igen, de már nyilván nem itt tartunk egyébként, hogy korommal bekenik a lakást. Aztán kifordítják, kirázzák, és ott a bűnöző. Egyébként ugye nagyon-nagyon sokáig, hát egészen a 80-as évekig nem nagyon volt más nyom, mint az új lenyomat, ami egyértelművé tette. Tehát még a láb lenyomat sem az, hiszen bárki bármilyen cipőt hordhat, felvehet, megsemmisíthet, de az új lenyomat volt az egyetlen ilyen egyedi azonosító nyom vagy jel, nem? Amin a nyomozók... Hát igen, és az, hogy mi minden van már, egyébként pont ezekből a krimikből tudjuk, hogy amikor videófelvételeket elemeznek, hogy amikor, nem tudom, csontokat szereznek, meg új lenyomat, DNS vizsgálatokat DNS, csinálnak. Ez és az sem mindegy, hogy milyen technológiával elemzi ki a DNS-t, mert volt már DNS elemzés, nem tudom, a 90-es években is, de messze nem olyan, és akkor nem értek hozzá, de hogy ma sokkal többet lehet következtetni DNS elemzésből. Szóval nagyon izgalmas ez a téma, és ugye ebben a tudományban, mert nyugodtan nevezzük így, itt gyakorlatilag magában foglalja a kémiát, a fizikát, az orvostudományt, tehát gyakorlatilag mindent, és most olvastunk egy riportot egy hölgyel, aki itt Magyarországon bűnügyi helyszínelő, és nagyon-nagyon kíváncsiak lettünk rá, ezért most rendelkezésünkre áll, sikerült elérnünk. Itt van velünk Törteli Eszter bűnügyi helyszínelő, illetve hát elnézést, Törteli Eszter százados bűnügyi helyszínelő. Szia Eszter, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat! Jaj, Eszter, ma nem dolgoztál még, ugye? Nem, ma nem dolgozom. Ja, szabad nap, vagy amikor éppen eset van, akkor indulsz neki? Én 24-72-es munkarendben vagyok, tehát 24 órát dolgozom, és 72 óra pihenő van, és most pont egy ilyen köztes napon vagyunk. Aha, ez 24 órában általában ez készen lét, vagy 24 óra alatt mindig van meló? 24 órát bent töltünk az ügyeleti helyen, és akkor ezen a 24 órán belül, hogyha érkezik egy bejelentés, akkor mi indulunk és elvégezzük ugye a munkánkat. Általánosságban el lehet mondani, hogy azért ritka az olyan nap, hogy ne történjen valami. Amikor egy ilyen sorozatot nézel, amiket mi itt említettünk az előbb, akkor te ezen nevetsz, vagy inkább irigykedsz rá, vagy büszke vagy arra, hogy te pont ugyanezt csinálod. Milyen érzésekkel nézel az ilyeneket?
Hát igazából ezek a sorozatok azért elég tévútra tudják vinni ugye pont az embereket, inkább az, hogy irreális elvárásokat fognak ezek után irányunkba támasztani. Sajnálatos módon nem működnek azok a technikák sokszor, amiket ott látunk, tehát nincs ilyen, hogy nyilván a helyszínről egy DNS-t azonnal mi mondjuk kielemzünk, és az alapján valami elkövetőt fogunk találni, illetve hát nyilván a technikai eszközöket sem feltétlenül úgy használják, ahogyan az kellene, tehát szakmai szemmel néz azért ezek nem olyan jók, ezek a sorozatok, de nyilván egyébként pedig szórakoztatók, és hát azért lehet belőlük tanulni. De egyébként, amikor az ember rendőrnek tanul, akkor egyszer csak egy válaszút előtt áll, hogy szeretne bűnügyi helyszínelül lenni? Tehát ott a főiskolán egyszer csak van egy másik ajtó, és ott be lehet lépni, és akkor ott bűnügyi helyszínelül képeznek ki? Vagy tök máshonnan jött ez az érdeklődés? Én egészen kicsikorom óta érdeklődtem ezen terület iránt, tehát a helyszínelés, illetőleg hát gyilkossági nyomozás, és minden, ami ehhez köthető. Én nagyon sok krimit olvastam kiskoromban, tehát valószínűleg ez is adott ehhez. És ugye amikor pályaválasztásra került a sor, akkor én a rendőrtiszti főiskola elvégzését követően specifikusan választottam ezt a szakmát. Ide külön szaktanfolyamot kell elvégezni, külön tanfolyamok vannak ahhoz, hogy az ember bűnügyi helyszínelő vagy ugye bizottságvezető lehessen. Eszter, amikor most menjünk egy picit vissza a múltba, és maradjunk a krimiknél, aztán majd mindjárt beszélünk a te valós munkádról. Kalambó az egyik kedvencem. Történik egy gyilkosság, általában gazdag ember háza, ott fekszik valahol a holttest, megérkezik Kalambó. Beslatyog a balonkabátjába, cipőjébe, a szájában egy szivar, van, amikor elejti a hamut. Néz, majd egyszer csak a golyóstolát előveszi, és felemel egy belenyomva ott a fegyvernek a izéjébe, felemeli a fegyvert, illetve valami mást is, és egy zacskóba beteszi. Mit tett rosszul Kalambó? Hát gyakorlatilag mindent. Tehát onnantól kezdve, hogy a megfelelő védőfelszerelés nekünk nagyon-nagyon fontos, hiszen fontos az, hogy ne szennyezzük össze a helyszínt, illetve ugye mi sem szennyeződjünk össze a helyszín által. Hát nyilván dohányozni nem kéne a helyszínen, illetve amikor a tollával megfogja a bizonyítékot, hát ugye a toll, azaz nem hogy az ember még a kezébe, de sokszor még a szájába is veszi, innentől kezdve, tehát nyilván a saját DNS-ünk rajta lesz, hogyha azzal a tollal megfogom a bizonyítékot, akkor a bizonyítékon is biztosan rajta lesz a saját DNS-em, tehát ez egy egész rossz gyakorlata, hogyha szakmai szemmel nézem. De egyébként Kalambónak azt hiszem még ilyen régi papírzacskói voltak, de most már a modernebb filmekben azt látni, hogy nálad hány műanyag zacskó van, amikor elindulsz egy ilyen bevetésre? Hát egy egész kocsinyi felszereléssel megyünk. Ja, tényleg? Ez nem csak egy ilyen szerszámos táska, amivel én indultok, hanem egy kocsi tele van cuccal? Így van. Tehát van egy felszerelt gépjárművünk, amiben minden olyan lehetséges eszköz benne van, amit egy helyszínen nekünk használunk. Kell vagy lehet. Na, tegyük fel, egy gyilkosság helyszínére érkezel, vagy mondjuk azt, hogy nem tudjuk, hogy gyilkosság, egy holttest van egy lakásban. Megérkezel te, mi az első dolog, amit megnézel, mi az, amit rögzítesz, mihez nyúlsz először? Hogy kell ezt elképzelni? Ez egy nagyon-nagyon alapos, precíz és aprólékos munka, tehát ebben sem hasonlítunk sajnos a CSI sorozatokra, tehát nálunk azért 45 perc alatt nem szoktunk végezni. Ugye amikor már megérkezünk a helyszínre, én már az előtt nézem, mielőtt megérkezünk a helyszínre, tehát már eleve a tágabb környezetet átvizsgáljuk, ellenőrizzük, hogy már kint van-e valami olyan nyom, vagy olyan oda nem illő dolog, ami esetleg a helyszínhez köthető, és innen indulunk szépen befelé, és ilyen nagyon aprólékos munkával elindulunk, ugye mondjuk ha egy lépcsőházról van szó, akkor végig a lépcsőházat átvizsgáljuk, megnézzük, leírjuk, aztán az ajtót átvizsgáljuk, megnézzük, leírjuk, és ez így haladunk helységről helységre. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy emberölés helyszíne az akár több napig is eltarthat, tehát ilyen 20-30-40 órán át is dolgozhatunk mi ott. Jó, akkor nézzük, hogy mi van még. Mik ma a fontos nyomok? Tehát ugye mondtad, hogy a lépcsőházat is nézel, nyilván azt úgy, ha nincs semmi, akkor tovább mentek. Az ajtó már érdekes, hogy hatolhattak be. Én most teljesen laikus módon kérdezek. De ugye beszéltünk itt ujjlenyomatról, cipőnyomról, DNS-ről. Ma mi a legfontosabb nyom? Én úgy gondolom, hogy a legbiztosabb az nyilván a DNS, tehát nagyon-nagyon fejlődik a technika, és már olyan szintű érzékenység van a DNS kimutatására, hogy gyakorlatilag, ha egy helységben egy olyan
tárgy is van, amihez mondjuk az elkövető hozzá sem nyúlt, akár arról is lehet rögzíteni az ő DNS-ét, tehát akár rajta lehet. De egy-egy ilyen helyszínen nekünk az a legfontosabb, hogy úgy kell gondolkodnunk, mint az elkövető. Tehát mi egy filmet forgatunk csak visszafelé, tehát mi kapunk egy kész eredményt, és abból nekünk össze kell rakni azt a bizonyos utolsó órát, hogy ott mi történhetett. És ugye minden helyszín beszél, minden helyszín mesél, árulkodik arról, hogy ott mi történhetett. Hát nekünk tudni kell ugye ezt a történetet meghallgatni és összerakni. És amilyen elváltozások vannak, tehát ami nem illik oda, ami megváltoztatott, nyilván azokat fogjuk elsődlegesen vizsgálni, és mindig azt keressük, hogy ugye hogyan történhetett ez a cselekmény, és hát nyilván ugye az elkövetőt milyen okok alapján lehet elítéltetni. Ha engem megtalálsz holtan, és a saját véremmel a tükörre rá van írva a Gyuri, akkor nagyjából megvan oldva, ugye? Hát azért sosem ennyire egyszerű, tehát önmagában a helyszínből nagyon kevés ügy oldódik meg, hanem ezt még mindig követi egy nyomozás, és a nyomozás során is felmerülhetnek nyilván olyan adatok vagy információk, amelyek más irányba fogják terelni, úgyhogy ez egy nagyon komplex csapatmunka. Valószínűleg én írtam fel, hogy Gyuri, tehát azért elég ahhoz, hogy minden. Nem vagyok. De a Gyuri volt az a lényeg. De az utolsó pillanatban is tréfálkozol még. Igen. Mindig a humor, ez a mindene, igen. De egyébként Eszter, a helyszínen mi az, amit már meg lehet állapítani, ami mondjuk nem a laborba küldött tárgyakból derül ki, tehát a halál oka, ideje. Így van, tehát hogyha egy haláleset történik, akkor nekünk mindig az a fontos, hogy megállapítsuk a helyszínen, hogy történt-e bűncselekmény, tehát idegenkezűség felmerül, vagy nem merül fel. Tehát, hogy öngyilkosság történt, baleset, idegenkezűség, igazából ez az elsődleges szerepünk egy-egy helyszínen. És amikor kiérkezünk, akkor van egy szemlebizottságvezető, egy vagy két bűnügyi technikus, illetőleg egy halott vizsgálatot végző orvos velünk, és ugye mindenkinek megvan a maga kis szerepe, dolga a helyszínen, és csapatként együtt dolgozva megpróbáljuk ugye megállapítani, hogy mi történt. Nyilván a holttestet megvizsgáljuk, és olyan sérüléseket, vagy olyan árulkodó jeleket keresünk, amelyek alátámasztják, megerősítik, vagy kizárják ugye az idegenkezőség gyanúját. Egyébként az utómunka az aprólékosabb, vagy a helyszíni? Tehát gondolom, hogy egy csomó mintát bevisztek valamilyen laborba, képzelem el. Ott történik az igazi munka, vagy a helyszínen inkább? Hát szerintem is. Tehát nyilván a helyszínen nagyon-nagyon fontos, hogy ugye mi jól dolgozunk, tehát nekünk tényleg hibázni nem nagyon szabad, mert hogyha mi hibázunk, akkor egy elkövető a szabad lábon maradhat. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy aprólékosan és precízen járjunk el. Általában, tehát ha időben beszélünk, akkor ugye a helyszín szerintem az, ami nagyon aprólékos és nagyon-nagyon fontos. Utána már, hogy ezeket a nyomokat hogyan dolgozzák fel, vagy éppen abból milyen megállapításokat tesznek, az már majd az eljárásban lesz, ugye. Fontos. Igen, annyira természetesen beszélsz erről az egészről, téged mennyire visel meg ez? Hát gondolom, most már évek óta csinálod, rengeteg helyszínen láttál, rengeteg élettelen testet, fogalmazunk finoman. Ezt hogy lehet hazavinni? Ez a fontosabb, igen, hogy ezt el szoktam mondani, hogy szerintem ezt nem lehet megtanulni, tehát ezt valaki vagy bírja, vagy nem bírja. Ez klasszikusan olyan terület. Fontos az, hogy az ember le tudja vezetni ezt a fajta, nevezzük feszültségnek, vagy fokozott pszichés megterhelésnek. Tehát én például ugye sportolok, írok, és ezek azok, amik például segítenek abba, hogy egy kicsit, hogyha úgy is érzem, akkor ezek könnyítenek ezeken a terheken. Hogy szellőztesd a fejed, gyakorlatilag ez azt jelenti? Igen. Tehát fontos az, hogy ne beégjünk. Tehát Csak ugye vannak képek, amik egyszerűen beégnek az ember fejébe, és akkor is, hogyha te tudom, elmész futni, és írsz, és kiírod magadból, és amúgy teljesen kiegyensúlyozott életet élsz, nem mennek ki soha, gondolom én, hogy az terheli a pszichét. Persze, nyilván ez egy ilyen munkakör, ez ezzel jár, de ezt el kell fogadni. Tehát mi így vagyunk vele, hogy tehát én azt nézem, hogy én miért vagyok ott, hogy mi az én munkám, hogy mi ennek a jelentősége, és igazából ezt tudni kell így jól kezelni. Tehát ha valaki ezt nem tudja kezelni, és nem tudja így kezelni, akkor nem neki való ez a szakma. Egyébként ezt a tudásodat a hétköznapokban használtad már? Tehát mitől ellopták az autódat, vagy betörtek hozzád, vagy a pasid után nyomoztál egy picit, és aztán kiraktad bevited a laborba a mintáit. Szóval, hogy használtad ezt? Csak hát a tudást, nem az eszköze, de a tudást használtad-e magánügyben? Hát a hétköznapokban ez abba segít, hogy ezt tudják is itthon, hogy anya mindent megtalál, tehát itt nincs eltűnt. talán ez a legjobb ebben, hogy
ez megy. Ez megy. Hát Eszter, nagyon izgalmas, nagyon köszönjük, hogy beszéltél velünk, és sok sikert, és minden nagyobb felderítési kvótát lehet ezt kívánunk neked. És nagyon jó fej vagy, nagyon köszönjük. Köszönöm én is. Köszönjük szépen, Tölteli Eszter, százados bűnügyi helyszín elő. Szia! Szia! Nagyon jó fej. Bírom a profizmust, minden szakmában egyszerűen lenyűgöz a profizmus. Igen. És ez bármi legyen, persze. Ezt jó látni. Ja. Na, hát gyerekek, azt se tudom, hogy miről beszélünk. Beszélünk arról, hogy mindenki volt egy picit nyomozó és helyszínelő, nem? Valljuk be. Nyomokat kerestünk, ilyen vagy olyan ügyben. Persze, hát ha valakinek szemet szúr valami nem odaillő, akár, mint tudom én, a párja után, vagy bármi, akkor azért elindul a fantázia, és megnézed közelebbről a dolgot. Így van. Te is első nagyítódat párkapcsolatban vetted, nem? Igen, és használtam is. Azt a Sherlock Holmes-osat. Sherlock Holmes-osat. Igen, így az van. Első ilyen kémiai készlet, amivel hajszálakat tudtál vizsgálni például, az nagyon jó volt. De mit tudod, olyan kérdés is felmerül egyébként, hogy jobb egyesülés el van állítva. Jobb egyesülés el van állítva, pontosan. Yes. Vagy ugye mesélik a legendásat, hogy amikor párás lett az ablak, akkor talpnyom volt a jobb egyesben az ablakon. Igen, vagy vettem a készpénz ellenőrzéséhez egy UV lámpát, és a páromnak a ruháján találtam foltokat vele. Mindegyik csak ilyen, semmi más. Mi még? Kinél van otthon UV fény? Mi átnézné ruhát? Hát igen. Ne hallgass, Sanett, most se hallgass. Így van. Akkor megszoktál, ha mondjuk dohányzoztok otthon, akkor megszoktátok-e nézni, hogy a csiknek van-e, nem tudom, rúzs volt a vé. Tehát pontosan ilyenekre vagyunk most kíváncsiak. Az a helyzet, amikor te, drága hallgató, átmentél nyomozóba, mert találtál valami olyat, aminek mindenképpen a végére akartál járni, mondjuk így finoman. Uh-huh. És mi lett az ügy vége? Az is érdekes. Így van. Ilyen hajszál itt-ott, esetleg ott egy... Na mindegy, ti tudjátok, hogy mi volt. Ugyan. Ezt osszátok meg velünk 0620 22 22 122.